Slagfer. Mögötte Burekovics, Slagfer lefordul róla, és még mindig tovább tudja vinni a labdát. Burekovics még szabálytalanul sem tudja megállítani. Slagfer laposan, ott a gól, ez egy sőt, ott a gól is, megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia. David Vanjecek a gólszerző már a harmadik percben. Hát ez aztán hideg zuhany a javából a hazai csapatnak. Nem véletlenül ölelgeti Vanjecek a csapattársát, Slagfert, mert hogy ő vitte végig ezt az akciót itt a jobb oldalon. Tökéletesen érkezett középen Vanjecek, és az újpesti védők azt se tudták, hogy merre érkezik a labda. Ez nagyon nagy hiba hátul a liláktól. Litauszki is rúg egy lukat. Vanjecek pedig köszönte szépen, és közelről bepofozta. Honovo. Jó meglátás. A sprintben Perosevic. Nézzék, ki érkezik középen. Vobodó érkezik, Hegerűsnek kell védeni, és aztán gyakorlatilag a kezei közül rúgja ki a labdát Meissner. Itt pedig még egyszer az előző újpesti lehetőség. Ott tette be középe a labdát Perosevic. Vobodóra nem figyelte kellőképpen, de Hegerűs tudott védeni. Jön a szöglet, az már jobban. Egyelőre nem sikerül elrúgniuk a labdát a vendégeknek, majd most talán igen. A gólvonalon mattogott, vagy legalábbis a gólvonal környékén. Csongvai pedig hiába ment, ebből már nem lesz sarokrugás. Megnézhetjük még egyszer. Hegedűs nem jött ki éppen túl jól a kapujából, és kicsit mellé ütött, és Novotny nem tudott ott már belekapni, úgyhogy az jó legyen. Labdaszerzés közben Novotny gurítja vissza, Kakálő, aj de nagy gól! Egyenlít az Újpest a 27. percben, Kakán a gólszerző. Mert bele is sérül a góljába. Itt van, ahogy lecsap a kúszalabdára Novotny. Spandlert hozta nagyon kellemetlen helyzetbe, Plüsek. És aztán Kákán a visszagurított labdát egyből gondolkodás nélkül nagyon szép technikával eltekerte a jobb felsőbe. Szép gól, 1-1. Csolymosi Péter nem feltétlenül az a játékvezető, aki úgy szórja a sárga lapokat folyamatosan. De hát most kell neki. Rúgta majdnem fejbe Plüseket, közben Slagfer már a labdával, Slagfer nagy védés, és a kipattanót sikerül elkanalaznia onnan, hogyha jól láttam Harrisnek. Slagfer nem passzolt, hanem inkább lőtt. Plüsek. Jön a beadás, ott a fejes! Pajovic aztán nagyon vitatkozik az övéivel, nem véletlenül, Vanjecek duplázott majdnem. Litauszki feje fölött átszállt a labda, és a kapufa külső ívéről pattant ki oldalra. Nem sokon múlott, hogy itt legyen a második Puskás Akadémia gól. Urblik. Nagy, lendületből. Jön a beadás is, van fejes, Knezevicsről tovább csorog inkább. Pedig utána lehozza az újpestiek kapusa. Kakán lehet gyorsan indulni, mert hogy Perosevics kérné már a jobb oldalon, de hosszan tolta meg a labdát Kakán. Teljesen üresen hagyták Antonio Perosevicset, úgyhogy ha picivel hamarabb tudja oda tenni a labdát, Kakán akkor elrohamozhatott volna, de nagy gól! Knezevics a semmiből! Hát ez a nagy gólok meccse. Pokoli bomba. Itt torrajta egyet, és olyan jó 25-ről. Hosszú felső. Hatalmas gól. Volt már egy-két szép gólja az NBA-ben Josip Knezevicsnek, de talán ez a legnagyobb. Tauszki szakályt találja meg, most már Harris is akcióban. Vágódik a beadás, Knezevics pedig érkezik és megszerzi a labdát. Plüsek, ő meg eladja, azzal pedig még Perosevics mehet, jól jön ki a kapujából Hegerűs, és nem tudta eltolni mellett Antonio Perosevics. A második olyan momentum már a mérkőzésen, amikor úgy kellett kijönni Hegerűsnek a kapujából, hogy a védői hibáját javítsa, és ez megint sikerült neki. Nem volt les, úgyhogy nyugodtan mehetett Perosevics, de nem tudta eltolni a labdát. Ez már a második kényszerű cseréje lesz a Puskás Akadémiának. Hiszen korábban
Ugye Szolnokit is sérülés miatt kellett lecserélni, és most ugyanez a helyzet Tusekkel is. Itt van Van Nief. Azért általában ő a kezdőben szokott szerephez jutni. Ugye most egy esetleges Diózsőri győzelem az azt jelenteni, hogy az Újpest 5 pontra kerülne a miskolci csapattal. Pontszámban, sőt, igen, pontszámban utolérni őket, most a Kisvárda, amely vezet, közben pedig itt egy óriási gól. 3-1, Van Nief. Már pedig most már akkor tényleg biztos, hogy a Puskás Akadémia meg fogja nyerni ezt a mérkőzést. Na nézzük még egyszer ezt a Van Nief szabadrúgást. Előtte onnan kapura, és nem vette komolyan Filip Pajovic. Hát ez egy nagyon nagy gól így. Onnan nem nagyon szokták kapura lőni a labdát, de valahogy elment ott a hosszú sarokba. Hihetetlen. Rész indul, vagy indít. A Votninak nem volt jó. 3 perc a hosszabbítás, mert egy időközben letelt a rendes játékidő. Van Nief elcsúszik, de azért még lehet indítani. Slugfernek pedig az egy jó labda, a túloldalon pedig még Vanjecek is kérné. Slugfer eléggé kisodródva visszagurít. Knezevic, Zicser, Knezevic, az még nincs bent, és aztán az ismétlés is elakad. Risztevszki vérekezett jól, és egymás után blokkolta kétszer is Knezevic próbálkozását. Nem tudja bevinni a kegyelemdöfést a Puskás Akadémia. Kosta. Bobodón nincs ember. Viszont az egy jó beadás. Gól 3-2. Novotny szépít a 91. percben. Nem vették komolyan Bobodót, nagyon messze tőle mindenki, ő pedig tökéletesen rajzolt át a túloldalra a labdát, és azért egy Novotny Soma szintű csatár nem szabad annyira egyedül hagyni. Remekül fejelt át a hosszú sarokba.